Kedves kollégák, meddig fog elmenni Európa, hol van a határ annak eltűrésében, hogy mit engedünk meg az Egyesült Államoknak, hogy a terrorizmus veszélyére hivatkozással rákényszerítse Európát saját emberi jogi normáinak a feladására. Kezdődött azzal, hogy az Egyesült Államok olyan intézkedéseket hozott saját földjén, amelyek semmilyen okozati összefüggésben nem voltak a terrorizmus megelőzésével, mert az, hogy 10 éven keresztül védelemhez való jog nélkül, kínozva, kegyetlen körülmények között, eljárás nélkül, európai értelemben vett fair eljárás nélkül tartanak embereket börtönben, ez számunkra elfogadhatatlan. Mégis elfogadtuk, hogy Európa területén titkos börtönöket építették, és ott folytatták ezt a magatartást. Lehet, hogy most ez semmiségnek tűnik, amiről ma beszélünk, de mégis úgy gondolom, hogy valahol meg kell húznunk a határt. Köszönöm szépen. Csak egy tisztázást szeretnék kérni, majdnem tökéletesen egyetértek önnel, és én is egyetértek azzal, hogy a kormány nagyon komoly emberi jogsértéseket követel, az USA kormányáról beszélek természetesen. Én egyébként az arányosság elvét állítanám szembe a felhasználás céljának elvével. Azt kellene megnézni, hogyha feladunk bizonyos dolgokat a magánélet védelméből, és az adatvédelmi jogokból, akkor ez végül is megtehető azon nemes cél érdekében, hogy a terrorizmus ellen fellépünk. Gondolom, hogy ebben azért mindannyian egyetértünk. A valódi kérdés az, hogy ez a nemes cél valóban elérhető-e azokkal az eszközökkel, amiket itt meghoztunk. Számomra ez a probléma, és ezért fogok nemmel szavazni a mai napon. És akkor... Most jöjjön a kérdésem, tehát a kérdésem az, hogy az arányosság elve és a felhasználás célja hogyan egyeztethető össze. Ja, vielen Dank für die Rückfrage. Natürlich ist Köszönöm szépen. Természetesen a terrorizmushoz szervezett bűnözés elleni fellépés szükségszerű cél, és szerintem nagyon fontos intézkedés ez az Európai Unió, illetve az USA részéről. Ez, és ezt követnünk is kell, ez nem is kérdés. És a kérdés viszont az, hogy tényleg el lehet-e ezt érni azzal, hogy tömegesen ellenőrizzük, elemezzük a nem gyanús személyek adatait, vagy nem lenne inkább jobb, hogyha szorosabban együttműködnénk a gyanús esetekben, együttműködnének a rendőri szervek a gyanús esetekben. Szerintem egyre inkább a hamis célokra, a rossz célokra adjuk ki a pénzt, az adatcentrumokra, ahol inkább ártatlan embereket elemeznek, és sokkal inkább a rendőrök lenne szükség a helyszínen gyanús esetekben. Köszönöm. Minden tiszteletem mellett megkérdeztetem-e azt, hogy normális körülmények között egyetérte azzal, hogy egy kormány, a saját vagy bármilyen más kormány nem avatkozhat bele abba, hogy hova utazunk, kivel utazunk, milyen gyakran utazunk, mennyit költünk repülőjegyre. Hogy van-e sztománk, vagy van-e másfajta egészségügyi gondunk normális körülmények között. Természetesen a kormányoknak van érdekük akkor ebben, hogyha meg tudják védeni az életeket ezekkel az információkkal, de pontosan hogyan tudják megvédeni az embereket a terrorizmus ellen az adatvédelemmel, így, illetve hogy ennyire korlátozzák a magánélethez való jogot. Természetesen a légi társaságok mindenkiről gyűjtenek adatot, mindig is ezt tették évtizedeken át, amikor lefoglaltuk a jegyet. Nagyon nem igazán különbözőek az adatok ahhoz képest, ami volt szeptember 11 előtt. Jogos az a kérdés, hogy mennyi információ, túl sok információ. A probléma az az, hogy
A terrorizmus nem áll meg a határokon, ez nemzetközi jellegű. Nagyon-nagyon nehéz ez, hiszen az embereket arra kötelezik, hogy információkat adjanak át, amit nem igazán szeretnénk. És nehéz ez gyakran a politikusoknak, hogy ezt elmagyarázzuk az embereknek, hogy ez a saját érdekükben is áll. Tehát itt egy összegző hatás van az évek során ezen terrorista cselekedetek kapcsán.